Magyarországon is lesz negyedik járványhullám, és szükség lehet egy harmadik koronavírus elleni oltásra, amiről a kormány már holnap döntést hozhat. Erről Kásler Miklós miniszter beszélt a Spirit FM rádióban. Közben nyilvánosságra hozták a fővárosi antitestvizsgálatok első eredményeit. Ezek szerint a kínai vakcinával oltott 60 év felettiek negyedének nincs antitestvédettsége. A járványügyi adatok egyelőre továbbra is viszonylag kedvezőek, 17 új fertőzöttet regisztráltak, és 3 beteg halt meg. Hát itt van a legtöbb hülye ember. Erre mit tudok mondani? Ezt. Itt van a legtöbb hülye ember. Stábunk Miskolcon forgatott azzal kapcsolatban, hogy a térségben kevesebben vannak beoltva az ország többi részéhez képest. Minden ember másképp gondolkozik. Nem? Sok a rémhír. Sokan hisznek a rémhírekbe. Nem tökéletes a tájékoztatás, még a szakemberek is egymásnak ellentmondó véleményeket mondanak, meg hát elmaradott régió vagyunk. Az oltottsági arány Budapesten a legjobb, tudta meg a 444.hu a miniszterelnökségtől, több mint 60%. Jásznagykun Szolnok és Borsod megyében viszont az 50-et sem éri el. Az ország nyugati felében jobbak az adatok. Győr-Moson, Sopron, Vas, Veszprém és Fejér megyében majdnem 58% az átoltottság. Kásler Miklós a Spirit FM műsorában beszélt arról, szükség lehet harmadik oltásra, és hogy a számítások szerint Magyarországon is lesz negyedik hullám. Elsősorban 60 év felett, utána 60 év alatt, 6 hónap után a harmadik oltást célszerű megadni. Semmi olyan irodalmi, szakirodalmi adat nincs, ami ezt cáfolna. A miniszter azt is elmondta, a harmadik vakcinának különbözőnek kell lenni, mint az első 2 volt. Erről a szerdai kormányülésen határoznak majd. Nagyon pontos döntés lesz, lebontva a vakcinatípusokra. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ezt kövesse. Az oltás népszerűsítése érdekében a kormány úgy döntött, a háziorvosok személyesen is felkereshetik a 60 év feletti oltatlan pácienseiket. Komáromi Zoltán szerint ez több okból is aggályos. Nincs rá idő, nyáron a háziorvosok szabadságon vannak, aki meg nem, az 2 körzetet visz. De gond az is, hogy az oltások 6-osával vannak csomagolva. Ha fölbontok egy ampulát, akkor 6 beteget be kell oltanom. Hogyha ezt az oltást a rendelőbe végzem, akkor tudom úgy behívni a betegeket, hogy egymás után 5 percenként, és akkor beadjuk ezt a 6 oltást, és akkor tulajdonképpen elhasználtunk egy ampullát. De ha én kimegyek a beteg lakására, akkor az útra is kell számolni néhány percet, ott kell utána ülnöm 30 percet, magyarul napi 3-4 órát töltenék a beteg lakásán. Adásunk előtt nem sokkal híradónk megtudta a főváros által indított ingyenes ellenanyagszint mérés részeredményét. Ez szerint a 60 év felett Sinopharmon oltottak 23,9%-ánál nem alakult ki megfelelő védettség. A többi oltóanyag esetében a megfelelő antitest szinten nem rendelkezők aránya viszont lényegesen alacsonyabb. Az ügyben megkerestük az EMMI-t. A minisztérium azt írta, a főváros Soros György támogatásával indított COVID-teszt akciója a baloldal oltásellenes kampányának része és Gyurcsány embereinek a kifizetése. Hozzátették, vizsgálják az immunitást, az eredményeket pedig a kiértékelések után publikálják.